Napjainkban szinte mindennapos, hogy a fiatalabb generáció, de már a legkisebbek kezében is ott vannak az okos eszközök, számos órát töltenek képernyő előtt. A tanuláson túl leginkább szórakozásra, kikapcsolódásra, kapcsolattartásra használják ezeket. Az online töltött idő azonban bárkit értékes pillanatoktól tud megfosztani, hiszen a társas kapcsolatoktól, az együtt megélt élményektől veszi el a teret. Nem könnyű feladat ezen változtatni, azonban vannak rá megfelelő módszerek. Köszönöm szépen a felkérést. A napokban interaktív előadást tartott Bognár Tamás mentálhigiénész szakember, igazságügyi közvetítő három vármegye fiataljainak. Ők egy abszolút online és egy digitális világba születtek bele. És gyakorlatilag ez a digitális világ nagyon-nagyon sokszor kiveszi őket az életből, tehát ez úgy lehet elképzelni, hogy élnek a monitorban, és körülöttük meg rohan az élet. És gyakorlatilag arról szól az egész történet, hogy egyrészt meg kell, és meg lehet, és szükséges is megszólítani őket, és egy kicsit fölemeljük a fejüket a monitorokból, és nézzenek körül, mert körülöttük megy az élet. Tehát, de nem kisarkítva, hogy minden, ami digitális, és minden, ami monitor, az rossz. Az előadás a YouScale programon belül valósult meg. A szervezet már több országban működik, céljuk, hogy segítsék a fiatalokat. A nagy nemzetközi programnak ez a konferencia volt az első lépcsőfoka, hogy felmérjék, milyen igényeik vannak, milyen problémás kérdésekben tudnának választ adni. 2027-ig fog kifutni ez a program egyébként, ez egy nagyon hosszú és összetett folyamat egyébként, amik másik 12 országgal működik együtt, köztük Marokkó, Luxemburg, Spanyolország, Olaszország, Magyarország, és mi vagyunk a magyarországi képviselete, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük a lehetőséget a Gyenes-Diási is, hogy itt lehetünk először. A fiataloknak szóló nemzetközi lehetőség az esélyegyenlőségről és a prevencióról szól. A Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ kortársegítő programjának is hasonló a célja. Itt szívesen támogatják ezt a kezdeményezést. Annak idején a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület eljött előadást tartani az önkéntességről, és mivel a Gyermekjóléti Központ nagyon elkötelezett ebben a témában, ezért szeretnénk, hogy minél több fiatalnak a problémáját megismerjük, és ezzel erősíteni tudjuk az esélyegyenlőséget és a generációk közti párbeszédet. A YouScale képviselőinek célja, hogy a későbbiekben más magyarországi területeken is felmérjék a fiatalok igényeit.